Magyar nyelven is nyújt ingyenes jogi tanácsadást a Komáromban megnyílt jogsegélyközpont. Ez az ország 15. ilyen létesítménye, és egyúttal hiánypótló is, mivel a magyar ajkú lakosság igényeit is ki tudja elégíteni, anyanyelvükön intézhetik jogi természetű ügyeiket. A legközelebbi hasonló iroda Nyitrán működik, ám ott nem beszélnek magyarul. A komáromi iroda a magáncsőd és polgárjogi kérdésekben polgári, családi, munkaügyi, valamint kereskedelmi, idegenrendészeti és közigazgatási ügyekben nyújt kétnyelvű tanácsadást. A otvorenie tejto kancelárie vlastne pomôže všetkým ľuďom, ktorí bývajú v okresoch Nové Zámky, Dunajská Streda, Komárno, nakoľko nemusia už cestovať buď to do Nitry alebo do Bratislavy, majú to teda rozhodne bližšie. No a komu slúži? Čo sa týka osobného bankrotu, slúži všetkým ľuďom. Jediná podmienka je teda, že musí tam byť už tá predbiehajúca exekúcia, aby sme vôbec mohli začať. A v ostatných právnych veciach, ako je občianske právo, rodinné právo alebo iné oblasti civilného práva, sa na nás môže obrátiť v podstate každý. S tým, že ak príde na konzultáciu, tu mu vysvetlíme, aké sú podmienky, aby mohol mať poskytnutú právnu pomoc bezplatne, prípadne mu poskytneme nejakú právnu radu, usmernenie, kde sa má vybrať, akým smerom. A komáromi iroda nem panaszkodhat az ügyfelek hiányára, érkeznek szép számmal, legtöbben a magáncsőd kapcsán. Az itteni jogsegély 6 alkalmazottja, ebből 3 jogász, 3 pedig asszisztensek, közül 5 beszélnek magyarul. 2 jogász beszél magyarul, illetve az első kapcsolat felvétellel foglalkozó 2 személy szintén, illetve az asszisztensünk ugyanúgy magyarul is tud beszélni az ügyfelekkel. Jelen pillanatban az érdeklődés túlnyomó részt a személycsőd eljárással kapcsolatos, tehát akik jönnek, legtöbben ez iránt érdeklődnek. Voltak már ügyfeleink, akik polgárjogi dolgokban érdeklődtek, bérletekkel kapcsolatosan. Szlovákiában 2006 óta működnek ingyenes jogsegélyközpontok, amelyek tavaly 72 000 ügyfelet láttak el jogi tanácsokkal. Magyar nyelven 2012-ig az érsekújvári irodában szóltak az ügyfelekhez, ám ennek a kirendeltségnek a bezárása után lényegében sehol. Ezt orvosolandó az utóbbi hónapokban Szlovákia magyar lakta területein 2 helyen, Füleken és Galántán nyitottak konzultációs központokat, március elején pedig felavatták a jogsegély új komáromi kirendeltségét.